Minden eddiginél sikeresebb szezon zárt a Koriliget. Az előző évadban, az előző szezonban az adatok alapján körülbelül 20 000-en látogattak ki a jégre. Ez a szám mostanra megduplázódott, ebben a szezonban egészen pontosan 40 827-en jöttek ki csúszkálni. Igaz, hogy az elkövetkezendő napok enyhe időjárására való tekintettel vasárnap bezárt a Koriliget. Ennek ellenére azok az iskolás csoportok, akik a hétfői napra foglaltak időpontot, még birtokba vehették a jeget. Nem hiába, hogy még az utolsó utáni napon is ekkora volt az érdeklődés, hiszen ez is hozzájárult ahhoz, hogy a létesítmény rekordévet zárhasson, de az említett szám idén már nem növekedhet tovább. Már bezárunk, így is nagyon vizes. A gyerekek bár élvezik ezt, hogy a vízen tudnak csúszkálni, de azért egy-egy esésnél nagyon átezik a ruhájuk. Ők élvezik, a tanárok már kevésbé. Az üzemeltető egyébként az idei szezonra kibővítette a Koriligetet, új tervrajzok is készültek. Ennek köszönhető, hogy az előző évekhez képest nagyobb jégfelület várta a vendégeket. A visszajelzések azok nagyon pozitívak voltak, nagyon sokan voltak. A téli időszak az nekünk kedvezett, hogy hosszabb volt a téli szünet, így ott volt ez igazán a csúcs szezon. Azóta folyamatosan csökken a látogatottságunk, illetve most már az időjárás sem kedvez annyira a sportnak. A héten várható több mint 10 fokos nappali átlaghőmérsékletekkel gyakorlatilag megérkezett a februári tavasz, így azoknak, akik ismét a Koriligetben szeretnének korcsolyát húzni, a következő szezon kezdetéig, vagyis legalább decemberig kell várniuk erre.